Paraván csoport díszíti az Árkád központját, melyeken egy négyzetméteres fotók találhatók. Gyönyörű tájak, hétköznapi pillanatok, különböző állatok is megelevenednek az alkotásokon. Ezeket a képeket Mekli Zoltán készítette. A fotóművész örül, hogy megmutathatja munkásságát a nagy közönségnek. Minden alkotónak ünnep egy kiállítás. Hiába, hogy bármilyen sok képet megosztunk a Facebookon megjelent képeket nagyon-nagyon szeretjük utána nyomtatásba látni. Az, hogy nyomtatásba ekkora méretben sikerültek ezeket a képeket kinyomtatni, ennek is nagyon örülök, mert ritka az, amikor egy négyzetméteres képekbe, nyomtatott képekbe láthatjuk a saját képeinket. Az Árkádban ez a második ilyen jellegű kiállítás, a legutóbbi nagy sikert aratott a vásárlók körében. Nagy Imre, a bevásárlóközpont center menedzsere úgy fogalmazott, fontos a művészet pártolása és kiemelt szempont élményt nyújtani az ide látogatóknak. Számomra nagyon fontos, hogy a kultúra és a művészet teret kapjon, ahogy említetted, és most itt a megváltozott világjárvány véget megváltozott helyzetben is szeretnénk élményt nyújtani a vásárlóknak, a hozzánk látogatóknak. És úgy érzem, hogy egy ilyen igazából kiváltságos helyzetbe kerültünk, hogy egy ilyen különleges művésszel dolgozhatunk együtt, aki a mindennapokban támogatja a háznak a létét és megörökíti az eseményeket, amik voltak, amivel szerencsére már mi is büszkélkedhetünk. Itt az elmúlt másfél évben óta én vagyok itt, és idővel sikerült megismernem az olyanok a munkásságát, és elképesztő jó művésznek és fotósnak tartom. Fürdőző Vörösbegy egy méretes szúnyoggal a jobb felső sarokban. Ez az egyik személyes kedvence a fotóművésznek, aki egy véletlennek köszönheti a remekül elkapott pillanatot. Ez a kép, ez György Szent Iván mellett egy erdőben készült. Ott én fenntartok egy kis madárfotós bázis, amit 6 éve én gondozok, és ott etetem, jutatom az erdő állatait, és nem csak a madarakra gondolok. És én oda rendszeresen kijárok, de sokkal több időt fordítok az erdő gondozására és az állatok gondozására, mint ami fotózásra jut időm. És egyik reggel, amikor kint voltam, egy kis fürdőző Vörösbegyet elkezdtem fotózni, és nagyon sok képet készítettem róla. Amikor néhány nap múlva elkezdtem válogatni ezeket a képeket, kiderült, hogy a képek nem lettek annyira izgalmasak. És akkor töröltem sorba a képeket, és egyszer csak így a memóriából, mintha jobb felső sarokba lett volna valami. Lomtárat visszafordítottam, megnéztem az utolsó képet, és pont az élesség síkjába belerepült egy szúnyog. Bárki megnézheti sok másik mellett ezt a képet is. A kiállítás pénteken nyílt meg, és még 3 héten keresztül gazdagíthatja a vásárlás élményét az ide látogatók körében.